Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy kis visszatérés a gyökerekhez, egy kis Call of Duty Ghost, mármint a gyökerek, mármint olyan, hogy Call of Duty-hoz, értitek? Na, miért pont ehhez a játékhoz, miért ezt láthatjátok most? Mert ilyenkor valahogy jobban figyeltek, többen megnézitek, és mint olyan, ugye én Call of Duty-val kezdtem, és úgy nézem, hogy ilyenkor egy kicsit jobban odafigyeltek a dolgokra. Amint látjátok, a videó címe a fejlődés mérése, és egyébként is a COD, mint olyan egy nagyon jó játék erre bemutatni, főleg nekem most, de amúgy általánosan megint csak úgy mondom, mindenféle játékról beszélek, és talán máshol is fel tudod használni ezt az információt. Szóval a játékok, amiket látni fogtok, kettőt vagy hármat, attól függ, hogy férek bele az időbe, egy fejlődést mutatnak. Tudjátok, hogy már rég nem játszottam Call of Duty-t, igazából be se kapcsoltam a Call of Duty-t, annyira nem volt kell a kedvem játszani, de mivel, hogy el szerettem volna készíteni ezt a videót, így elmentem játszani. Ez az első játék, amit láthattok, a következő lesz a második játék, és hogyha úgy fér bele az időbe, akkor lesz az a bizonyos harmadik játék is, egy fejlődési sémát fogtok látni. Fogjátok látni, hogy legalább fél éve nem Call of Duty-ztam, hanem több. Igazából, na jó, bevallom őszintén, amikor ingyenes volt a hétvége, kipróbáltam barátokkal, mármint együtt játszhatunk barátokkal, de azt hogy nem számítjuk bele a dolgokba. Szóval, hogy komolyabban kolovizni, nem kolovizztam egy jó fél éve, úgyhogy, úgyhogy ugye visszajössz játszani, ilyenkor vissza kell szokjál. Titanfall-oztam, Battlefield-eztem, és sok mindent más csináltam, ezért például ugye nem a reflexek koptak el, de például a célzási mechanizmus az azért attól már igen-igen elszoktam, sőt annyira elszoktam, hogy nagyon ritkán szoktam nagyon csinálni, belebablálok az egérbeállításaiba. Játékon belül, ugye az érzékenységben, de itt most bele kellett babrálni. Annyira hozzá voltam szokva a Battlefield Titanfall féle sebességekhez, hogy ez valami furcsa volt. Na mindegy, nem is az a lényeg. A fejlődésem során, beszéltem volt az egyik videómban, egyetlen egy technikát használtam, hogy visszanyerjem a sebesség és a reflex időmet, az pedig ugye az egyszerre lövés és célzás ideje közötti idő nulla hányados csökkentése nulláron. Ezt most megfogalmaztam. Magyar egyszerre lövök és célzok, és ez az egyetlen egy technika, amit használtam arra. A igazi problémáim ott akadtak, ugye a célzás, a bekalibrálás maga, mivel hogy ugye az egérsebesség azért még mindig eltért, és az érzékenységi sebesség a többi játékosok időnként. Pontos azt a néha kritikus 1-2-3-5 mellé lőttem, de ezt majd fogjátok látni a változást ebben a bizonyos másik játékban, hogy mennyire sikerült átállni. És ezzel kapcsolatban is térnék rá ugye a fejlődés mérésére, hogy mit gondolok én a fejlődés mérése alatt, és kíváncsiak, hogy ti majd hogy látjátok ezt a témát. A napokban kaptam egy levelet egy feliratkozótól, aki már jó ideje követi a csatornámat, és ez így időnként megesik velem, hogy ilyen néma követők, akik nem szoktak kommentet hagyni, csak megnézik a videókat, időnként Facebookon írnak nekem egy levelet, hogy már milyen ez az egy szép jelenet volt, azért, hogy milyen régóta nézik már a videóimat, és nagyon köszönik, hogy segíthettem nekik, hogy sokat fejlődtek, és ez nekem nagyon jól esik, és hogy a napokban ugye írt egy srác, hogy ő nagyjából nem olyan rég kezdett el a multiplayerrel foglalkozni, mint olyannal, és a 0,6-os KD-t, azt hiszem 0,6-os KD-t 0,9-re sikerült feljavítani, és már majdnem ugye egy egészen van, és ezt köszönheti annak, ugye, hogy nézte a videómat, és hogy mennyit fejlődött, és ennek nagyon boldog vagyok, és tényleg örülök, hogy így beválnak a videóim, hogy beválik a különlegesebb nézőpontom, hogy nem arra koncentrálok, amire egy általánosan egy COD videós, vagy általánosan videósok szoktak koncentrálni. Nos, hol tartottam? Ja, igen, és ugye kapok időnként ilyen leveleket, és sokan írnak azzal is, hogy figyelj, nem játszhatnánk egyet, egyet, hogy meglássam, hogy mennyit fejlődtem, vagy hogy meglássam, hogy te hogy játszott, tanuljak új trükköket, és stb. És ennek kapcsán szeretnélek titeket erről lebeszélni, hogy velem játszotok, de jó van, nem. Ugye, akik tudják, azért Battlefield-en belül azért játszunk együtt, és ott a Platon és a többi, de Conman ez más azért egy kicsit. Na, ez a második játék, azért itt fogtok látni azért már különbséget az elsőhöz képest. És mit akarok mondani? Ja igen, és ugye, hogy meglássátok a fejlődés mércéjét. Az a probléma itt, és nagyon-nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy a fejlődés mércéjét nem hozzám
vagy nem másik, vagy nem egy pro játékos kell, játékoshoz kell hasonlítanatok. Miért? Mert a fejlődésünk mércéjéhez önbizalom kell. Ha önbizalmunk van, jobbak vagyunk, akármiben, nem csak játékban, ezt ugye tapasztaltuk eddig. Megjön az önbizalmunk, úgy tudunk hasítani, mint a gép, akármit el tudunk érni. És ez így igaz a játékokra is. Önbizalom kell ahhoz, hogy jól játsszál. Na most, ugye a trükk ott van, hogy önbizalmat szerez, ahhoz játszanod kell, gyakorolnod kell, és tanulnod kell. Tehát nagyon fontos, ugye, nagyon, rengetegszer nem bírom kihangsúlyozni, írtok nekem leveleket, hogy ez nem megy, az nem megy, az nem megy, srácok, szóval én felraktam a sok videót, hogy hogyan érd el a céljaidat, a te dolgod az, hogy megtanuld. Hogy ezt ráfordítsd saját energiát, tanuld meg a pályát, tanuld meg a fegyvert, tanuld meg a tipikus helyeket, szóval ahhoz, hogy tudj valamit, hogy menjen valami, azt tanulni kell. Tehát ez tiszta sor, szóval nem azért járunk iskolába, hogy hülyék legyünk, hanem azért, hogy tanuljunk és tapasztalatot szerezünk bizonyos dolgokkal kapcsolatban, mint például én itt. Kilőttem a két kis Aedet, a társam felment és lelőtték. A következő dolgom mi volt? Meglepjem azt az ellenfelet, mert ő azt hitte, hogy senki nem fog már ott jönni, és hopp. Szóval tanulni kell. Itt egy kis, egyébként lagolt egy kicsit a játék, nem tudom miért. Szóval a tanulás, az egyik módja az önbizalom megszerzése, mert ha tanulsz, tudsz. Ha tudsz, akkor beválik a tudásod, és akkor mehetsz tovább. Tehát az önbizalom az első. Na most hol követi el a legtöbb ember a hibát? Ezt ne is kérdezzétek egyébként, itt na mindegy. Azért is néztem a kirkamat, érdekes mi. Szóval, ahhoz, hogy önbizalmat szerez, ahhoz tanulsz, és hol követi el a legtöbb ember a hibát, hol rombolja le a saját önbizalmát az ember, mikor újra elmegy játszani, vagy újra megnézze videót, vagy bármi. Ott rontjuk el legtöbben az önbizalmukat, hogy elkezdünk nézni egy prójátékos, mivel önmagában még nincs tudom, de egy igazi prójátékos. Látjuk, hogy az csinál egy több mint kettes arányú játékot, és akkor azt mondjuk, hogy basszus, úristen, mikor leszek én ilyenre képes? Vagy úristen, de jó játszik, az mikor fogok tudni én ilyet csinálni? És ott elküldik az egészet, mert az az első lépés, hogy elveszted az önbizalmadat, önmagadat kritizálod egy olyan szintért, ahol te még nem jársz, és nem is szabadna rá figyelned. Mert azt nézed, hogy az milyen pro, és közben mondogatod magadnak, hogy úristen, mikor leszek jó, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Honnan tudod, hogy nem tudod megcsinálni? Ugye? Szóval, így mondogatod magadnak, hogy ezt nem tudod megcsinálni, és önmagadat gyilkolod, önmagadtól veszed el azt az önbizalmat. Ezért egy nagyon jó bevált technika, ugye? Létezik ugye mindannyian, tudjuk a reklámban, reklám szakmában, hogy olyan, hogy agymosás. És ugye a reklámok tulajdonképpen mit csinálnak? Befolyásolnak minket, hogy vegyük meg az ő terméküket. Na most, lehet egy olyan döntésed, hogy nézel reklámokat, és lehet egy olyan döntésed, hogy nem nézel reklámokat. Mit érsz el ezzel a reklámokat nézel? Engeded, hogy befolyásoljanak. Ha nem nézel reklámokat, nem engeded, hogy befolyásoljanak. És az, ez már a te döntésed. Szóval, ugyanilyen ez a prójátékossal is megnézed, és úristen, jaj, de jó, és saját magadat befolyásolod egy negatív irányba azzal, hogy mondhatod magadnak. Tehát mosod a saját agyadat a negatív irányba. Tehát, mivel hogy ember vagy, és saját döntésed van, igazából, így nagyon egyszerűen moshatod a saját agyadat. És mondhatod azt, hogy én egy jó játékos vagyok, igen, jó játékos vagyok, és ma ezt és ezt tanultam meg, ma megtanultam azt a tipikus helyet, ma tudom ezt, tudom ennek a fegyvernek a technikáját, bla bla bla, és a fejlődésedet, és itt mondom ki a kulcsmondatot, és nagyon figyeljél, a fejlődésedet önmagadhoz kell mérned, és csak is önmagadhoz, nem másokhoz. Szóval, elmehetsz és megnézheted az igazán pro játékos, hogy milyen statot hoz le, és közben ott magyarázza magáét, hogy kell. Nincs vele baj. Tanultál valami újat, de a fejlődésedet csak is önmagadhoz kell hasonlítanod. Azért, mert hogyha önmagadhoz hasonlítod, hogy mit értél el két héthez képest, egy hónaphoz képest, ez azért nem semmi lag, két héthez képest, egy hónaphoz képest mit értél el, akkor észreveszed, hogy mennyit fejlődtél. És ez hozza meg az önbizalmat, ez hozza meg azt, hogy még többet tanulj,
És ez hozza meg azt az ösztönt, amiről sokszor magyaráztam nektek, azt az ösztönt, hogy jobban teljesíts. Az önmagadhoz mért fejlődés. Nem az, hogy most látod a videó. Most a videót egy nagyon jó példa, amit most felraktam. Önmagamhoz képest ennyit fejlődtem két játék alatt, igaz, hogy már 10 éve játszom, de ugye a fél éves kihagyás után gyakorlatilag ennyit sikerült fejlődnöm, és én ennek nagyon örültem. Lehet, hogy te otthon már egy 32-es statot csinálsz ugyanennyi idő alatt, az engem nem érdekel. Az érdekel, hogy ez a két-három játék alatt, amit szeretnénk nektek bemutatni, én mennyit fejlődtem. Szóval ezt így kell mérni, és nekem így adott önbizalmat, és így kapok kedvet újabbnál újabb kihívásokra. Szóval a fejlődés mérése önmagatokban rejlik. Az önbizalom megszerzése önmagatokban rejlik. Szóval nagyon köszönöm, hogy írtatok nekem leveleket, nagyon örülök, hogy beválnak a videóim, és akkor íme a következő tipp. Mérjetek a fejlődéseteket önmagatokhoz. Szóval ne hozzám, ne máskodoshoz, ne bármi, az önmagad. Menj el, nézd meg a videót, tanul meg a videót, próbáld ki a videót, és utána mérd a fejlődés önmagadhoz. Nos, ennyi lett volna igazából. Benne hagyom a következő játékot, és nézzétek meg azt is, csak úgy, miért ne. Mert végül is egy jó játék, és az is már hozzátartozik a harmadik szint fejlődéséhez. Ti eldöntitek, hogy videók között milyen szintű különbség van. És kíváncsian várom a kommenteket, hogy vélekedtek erről a dologról, mert szerintem egy nagyon izgalmas dolog. És igazából így lehet jól megtanulni játszani, így is lehet jól megtanulni játszani, így is szerezhetünk önbizalmat. Önmagunkat figyeljük, az önmagunk fejlődését, mint ahogy ugye írta a kedves levélíró is, hogy ennyi is ennyit fejlődött az elmúlt időben, hogy a 0,9-re vitte fel a KD ratióját, és már nincs messze az 1-től igazából, és ez egy hatalmas lépés. Ez a Call of Duty-n belül, akik Call of Duty-znak, azok tudják, hogy ez egy hatalmas lépés. 0-6-ról 0-9-re az egy jó pár ezer kill. Igazából, és ez egy hihetetlen emlés, ezt a fejlődést önmagának köszönheti, és ezért tudott ekkorát fejlődni, mert mindig nézte, hogy mennyit fejlődött, és csak egyre és egyre jobb lesz, ha mindig azt nézi, hogy ő mennyit fejlődött az idővel, és hogy mennyit tett hozzá ahhoz, hogy fejlődjön. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrocrim voltam, sziasztok! Friendly SATCOM active. Guard dog ready. SATCOM uplink enabled. SATCOM ready. Friendly SATCOM active.
guard dog killed in action. Friendly Trinity rocket inbound. Enemy SATCOM spotted. SATCOM uplink enabled. SATCOM uplink enabled. Friendly Trinity rocket inbound. Nice work, team. Well done.